Hétfőtől változik a Filmalap film szakmai döntőbizottságának összetétele, közölte a Magyar Nemzeti Filmalap pénteken az MTI-vel. Mint a közleményben áll, a változtatást Andy Vajna filmipari kormánybiztos halála, valamint Hegedűs Bálint forgatókönyvíró és Medvedky Balázs televíziós szakember helyettes tag lemondása indokolta. Andy Vajna posztjának sorsa kérdéses, a kormánybiztos által végzett feladatokat jelenleg Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója látja el. A kormánybiztosi poszt jövője még kérdéses, a magyar filmipar működéséhez nincs rá feltétlenül szükség, de minden a kormány szándékain múlik. Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója a grémium tagjának kérte fel Divinyi Réka forgatókönyvírót, Fekete Ibolya rendezőt, valamint helyettes tagnak Zágoni Bálint dokumentumfilm rendezőt, forgatókönyvírót, filmtörténészt, a Kolozsvári Filmtett Egyesület vezetőjét. Az újonnan kinevezett tagok megbízása 2 évre szól. Hegedűs Bálint a Filmalap forgatókönyvfejlesztési igazgatójaként tovább folytatja tevékenységét. Medvedky Balázs más irányú elfoglaltságai miatt márciustól nem tudja vállalni a helyettes tagságot, áll a közleményben. Mint írják, Divinyi Réka elismert forgatókönyvíró, a legnagyobb hazai közönség sikereket, köztük a Csak szex és más semmi, a Szabadság, Szerelem, a Valami Amerika 2 és 3, valamint a Bőuék című filmeket jegyzi. Forgatókönyvírói tevékenységéért 2012-ben Balázs Béla díjat kapott. 2017 óta a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanít. Fekete Ibolya forgatókönyvíróként és filmrendezőként is széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik. Az 1980-as években forgatókönyvíróként kezdte pályafutását, 1995-ben készítette el első játékfilmjét, a kiemelkedő sikerű Bolsevitát, Csíkó című filmjéért pedig 2001-ben Karlovy Varyban elnyerte a legjobb rendezőt díját. A Balázs Béla díjas alkotó legutóbbi filmje, az Anyám és más futóbolondok a családból nagy sikerrel ment a mozikban és fesztiválokon egyaránt. Fekete Ibolya 2004 óta az Európai Filmakadémia tagja. Tanít a Kolozsvári Sapientia Egyetemen és a Budapesti Metropolitan Egyetemen. Zágoni Bálint a Kolozsvári Filmtett Egyesület vezetője, 2009-től a Filmtett Fest erdélyi magyar film szemle főszervezője. ...2007-től a Filmtett Workshop szervezője, 2013 óta a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál magyar programjának kurátora. Rendezőként és forgatókönyvíróként számos dokumentumfilmet jegyez, köztük a Kolozsvári Filmnyár történetét feldolgozó A Sárga Csikó Nyomában című alkotást és a Janovics Jenő, a Magyar Paté című portréfilmet. A film szakmai döntőbizottság tagjai március 11-től, Divinyi Réka forgatókönyvíró, Fekete Ibolya filmrendező, Havas Ágnes,
a Filmalap vezérigazgatója, Kálmán András forgalmazási szakember és Kovács András Bálint egyetemi tanár, az ELTE Filmtudomány tanszékének vezetője. Helyettes tag Zágoni Bálint, a Kolozsvári Filmtett Egyesület vezetője.